Mindenkit szeretettel üdvözlök. Nem tudom egyébként, hogy hogy szokás bemutatkozni, mert hogy először csinálom, és még másnak a bemutatkozásán sem voltam. Mi több, ebben a klubban, ilyen minőségemben is először vagyok. De nagyon örülök, hogy itt lehetek, és engedjék meg, hogy engedjétek meg, akikkel tegeződöm, hogy egy tényleg néhány szubjektív gondolatot mondjak el a pályámmal kapcsolatban, amiben lesz egy kis önbemutatás is, lesz egy kis a munkámnak egy kis bemutatása, illetve igyekeztem ezt olyan formában megtenni, hogy ne legyen megterhelő azoknak sem, akik nem szeretnének túl sok exakt dolgot apercipiálni most ebben a 20 percben. Én itt látom is, remélem, hogy ugyanazt fogja mutatni. Igen, nos, kezdjük egy egészen általános kérdéssel, amelyik minden szubjektumot, vagyis embert érint, hogy tulajdonképpen egy embert mi is foglalkoztathat. Általában problémák. A problémák lehetnek mindennapiak, apró cseprők, vannak mindennapi nagyobb problémák is, és vannak az emberi lét nagy és megkerülhetetlen kérdései. És igazából, hogy az ember milyen választ, vagy honnan próbál választ meríteni ezekre a nagy kérdésekre, azt tulajdonképpen meghatározza, hogy milyen irányban fog differenciálódni. Például egy meglehetősen sarkos és kicsit talán karcos véleményt én el is hoztam, mely szerint a tudományban rejlik minden nagy emberi kérdésre a válasz, és igazából nem filozófiával érdemes foglalkozni, hanem tudományos kérdésekkel, mert mindent abból le lehet szűrni. Pontosabban minden választ onnan lehet megtalálni, ott lehet megtalálni. Nos, az indulásom meghatározta, hogy én ezt a fejlődési útvonalat választottam. A Debreceni Egyetemen voltam, az akkor még DOTÉN, tehát Debreceni Orvostanári Egyetemen általános orvostannak a hallgatója. Minden időt megragadtam, hogy minél több tudást felszedhessek, és mivel én amúgy lassan tanuló típus vagyok, ennek megfelelően az alaposság és a mélység kedvéért abban az ütemben haladtam, ami nekem megfelelt. Utána az akkori gyógyszertanintézetbe kerültem PhD hallgatóként, és a képek összefoglalják, hogy ott mivel foglalkoztam. A témavezetőmet mindenképpen meg kell itt említenem, és el kell, hogy mondjam, hogy egy rendkívül segítőkész, rendkívül jóindulatú és rendkívül elfoglalt ember volt. Úgyhogy egy kicsit abban a helyzetben találtam magam, hogy ott voltam, volt időm, volt egy labor, alapfelszereltséggel, tehát olyan gépekkel, amiket ma már csak múzeumban lehet látni, és én tudom őket használni, tehát tulajdonképpen ilyen szempontból ez egy különleges hely volt. És hát tulajdonképpen, hogy mivel is érdemes az embernek igazán foglalkozni, hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az ember a szabadsággal meg kell, hogy tanuljon megfelelően gazdálkodni, meg kell, hogy tanulja kezelni a szabadságot. Egy közismert definíció, hogy a szabadság a felismert szükségszerűség, nos, nekem ez a definíció sosem tetszett, mindig valamilyen bántó élt éreztem benne, úgyhogy inkább ezt a verzióját szeretem, miszerint a sors azt, aki a saját személyes sorsát elfogadja, azt ez a sors kézenfogva vezeti, hogyha viszont az ember szembeszegül a sorsával, akkor az a hajánál fogja vonszolni. Nos, adva volt egy csomó pitvar, amit tengeri malacokból lehetett izolálni, rajtuk ágyreceptor, mint az adenozinák, pontosabban a purinerg rendszer képviselője. Adva voltak a laborban ágyreceptor agonisták, antagonisták, és az adenozin, amit egy jól transportálódó vegyület, jól gátolható MBTI-vel, és elkezdtem ezzel a nyomvonalon foglalkozni
a PhD témámmal. Így néz ki egy szervkád, amin dolgoztam, és kezdjük egy egészen egyszerű koncentrációhatás görbével, amelyik így önmagában nem is jelent, nem is kell, hogy bármilyen problémát jelentsen bárkinek is. Amennyiben gátoljuk azon a sejten, ahol az adenozinnal a koncentráció hatásgörbét felveszünk, gátoljuk az adenozin transportját, akkor mivel nem tudja a sejt megenni az adenozint, tehát tulajdonképpen a sejt környezetében, ahol a receptor is van, sokkal több adenozin lesz elérhető, a koncentráció hatásgörbe balra fog tolódni. Igen ám, de észrevettem egy másik jelenséget is, és pedig, hogy minden MBTI kezelt görbének a maximális hatása egy kicsit csökken. Kérdeztem, hogy ez miért van, azt mondták, ne foglalkozzak vele. Ez meghatározta, hogy azóta is igazából ezzel a kérdéskörrel foglalkozom. És általános megközelítésben mit lehet tenni, hogyha az ember egy problémával találkozik? Hát az első, hogy megnézi, hogy ez reprodukálható probléma-e. Ha nem, akkor esetleg egy olyan dolognak az okát próbálná meg kutatni, ami nem létezik, ami kínos, pláne, hogyha az ember meg is találja esetleg az okát a nem létező jelenségnek. Na most, sosem szerettem cinikus lenni, most sem vagyok az, igazából a tapasztalat beszél belőlem, a hasonlóság tehát alaki, és nem lényegi. Nos, a második teendő, hogyha az ember megbizonyosodott arról, hogy az adott jelenség folyamatosan kiváltható, hogy milyen alapelveket lehet találni, ami releváns és az adott területen segíti az ember mozgását. Ugyanis módszer rengeteg van, alapelv kevés, és hogyha az ember az alapelvekhez nem tartja magát és nem érti meg őket igazán, akkor a módszereket, ahogy váltogatja, igazából nem fogja tudni, hogy mikor jár jó úton és mikor nem. A harmadik teendő, hogy az ember fogalmazza meg a hipotézisét. Itt le van írva, hogy hogy kell. Én a magam részéről szóban gyorsan úgy foglalnám össze, hogy amennyiben feltételezzük, hogy az MBTI nem csak az exogén, tehát amit mi adunk hozzá, adenozinnak a bontását gátolja, tehát azt gátolja, hogy a sejt azt megegye, hanem az adenozin kívül keletkezik a sejten, és bemegy, és úgy a sejt meg tudja enni, akkor az MBTI az endogén adenozin bontását is gátolja, tehát az MBTI a sejt környezetében adenozin, endogén adenozin felszaporodást okoz, és hogyha az ember ezután veszi fel a koncentráció hatás görbét, akkor torz koncentráció hatás görbét kap. Ha ezt végig gondoljuk, akkor adódik, hogy lehetne tesztelni is ezt a jelenséget. És pedig úgy, hogy CPA-val, egy rosszul transportálódó adenozin analóggal vesszük fel a koncentráció hatás görbét, és megnézzük, hogy az MBTI, aminek erre a koncentráció hatás görbére nem kéne hatnia, mit fog csinálni. Nos, az MBTI deprimálja és jobbra tolja a koncentráció hatás görbét, tehát ez már nagyon gyanússá teszi, hogy tényleg arról van szó, hogy az ember az endogén adenozinnak a szintjének a megemelése miatt kap torzult koncentráció hatás görbéket MBTI jelenlétében. Nos, és jön a kvantifikáció. Szerencsések azok a tudományterületek, ahol meg lehet azt tenni, hogy az ember matematikai modellt épít az ötleteire. Hogyha ezt meg tudja tenni, akkor úgy érzi, hogy igazából még biztosabb az, amit egyébként kvalitatíve már tudott. Két egyenletből, pontosan hát itt még csak egy látszik, de egy-két különböző formában, aztán ebből lehet csinálni egy harmadik egyenletet, a Hill egyenletet is bele lehet keverni a kérdésbe, és akkor le lehet vezetni egy olyan modellt, amelyik megadja, hogy egy olyan rendszerben, ahol figyelmen kívül hagyott agonista van jelen, hogyan torzul egyébként dózisfüggő módon egy koncentrációhatás görbe. Hogyha pedig az ezt leíró egyenletet az ember a torzult koncentrációhatás görbékre illeti,
illeszti, regressziós paraméterként megkaphatja a torzító koncentrációt akkor is, hogyha azt egyébként előzőleg nem tudta, sőt, akkor van igazán értelme. Nos, egy érdekes alkalmazását is meg szeretném mutatni ennek a módszernek, amit RRM-nek, vagyis receptoriális responsiveness, tehát válaszkészség módszernek neveztem el. Hát ez itt meglehetősen barbár ábrának tűnik. Még én nekem is alaposabban meg kell nézni, hogy tudjak róluk beszélni. Szóval, ha megnézzük a kék görbéket, a szögletes görbék és a háromszög görbék között az a különbség, mármint a szimbólum jelölésében, hogy az MBTI, most először nézik a CPA-t, tehát a jobboldali panelt, deprimálja, pontosabban az MBTI deprimálja a CPA koncentrációhatás görbéjét. Most nézzük meg a négyzet, illetve a káró, nem először a lefelé mutató háromszögnek a piros háromszöges koncentrációhatás görbét. Ez egy jobbra eltolódás, amit az FSCPX egy olyan anyag okoz, ami az ágy adenozin receptorok egy részét kiirtja. Amennyiben MBT jelenlétében alkalmazunk FSCPX kezelést, akkor ahelyett, hogy tovább tolódna jobbra a koncentrációhatás görbe, nagy mértékben elmegy bal felé. Hasonló jelenség megfigyelte az adenozin koncentrációhatás görbéken is, vagyis tulajdonképpen egy olyan jelenséggel állunk szembe, ami nem magyarázható azzal a tudásanyaggal, amit ezekről a vegyületekről egyébként tudunk. Viszont, hogyha feltételezzük, hogy az FSCPX gátolja az extracelluláris adenozin termelést, amit az RRM alapján megtehetünk, akkor minden görbe értelmet nyer, és így módon körvonalazni lehet egy olyan hatásmechanizmusát ennek a vegyületnek, amit korábban nem írt le senki. Verifikálni pedig úgy lehet, hogy alkalmazunk egy, hát ez speciál egy CD73 gátlószer, PSB, egy olyan szert, amelyik biztosan gátolja az extracelluláris adenozin termelést, és hogyha ez a szer hasonló torzulást okoz az CPA, illetve az adenozin koncentráció hatás görbéjén, mint amilyet az FSCPX is okoz, akkor valószínűleg az FSCPX alternatív hatásmechanizmusa az az, amit előzőleg feltételeztünk. Nos, itt a görbéken látszik, hogy igen, tehát ezzel a módszerrel, mint egy speciális, nagyon olcsó, viszont nagyon furfangos módszerrel tulajdonképpen le lehetett leplezni egy vegyületet, amiről korábban csak egy hatásmechanizmus feltételeztek, hogy voltak éppen két hatásmechanizmusa van, tehát amit eddig vizsgáltak vele kapcsolatban, az mind összetett jelenség volt. Nem tudom, hogy hány percnél tartok, de azt hiszem, hogy ha az ember előbb fejezi be, akkor azzal még inkább jobbat tesz, mint hogyha később fejezi be. Meg szeretném köszönni azt, hogy idáig eljutottam a minden egykori munkatársamnak, minden mostani munkatársamnak, a közvetlen családomnak, a tág értelembe vett családomnak, akinek két képviselője itt is van. Továbbá valamennyi barátomnak, akik végül is ezt az utat számomra szebbé tették. És köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen a figyelmet, vagyis az előadást. Valakinek kérdése, hozzászólása esetleg. Klinikusok, ha hallanak egy ilyen előadást, akkor végighallgatják, hümmögnek, de utána csak megkérdezik, hogy mi haszna ennek az egésznek. Tehát ugye mi emeljük az adenozin szintet a metotrexáttal, és ezért kezeljük a gyulladást, de az adenozinnak a csökkentése, az milyen biológiai és kémiai folyamatokban lehet egyáltalán hasznos, mert te rádoztad erre az eddigi munkádat, kimutattál egy csomó molekuláris összefüggést, de ez a folyamat tulajdonképpen hol manifesztálódhat mondjuk a medicina melyik területén? Hát az adenozin szint csökkentése az szerintem különösebben nem. Ugyanis a szervezetben az adenozin, ha nem a metabolit funkcióját nézzük, hanem a receptoriális útvonalait,
akkor egy ilyen vészjelző vegyület, tehát csak akkor van biológiai, akkor képződik biológiai jel, hogyha a szintje megnő. Ha lecsökken, akkor nem. Éppen ezért maradhatott az FSCPX-nek ez a tulajdonsága észrevétlen, mert igazából csak akkor manifesztálódik, ha az ember mesterségesen, markánsan megemeli az adenozin szintet, és akkor kijön, hogy az FSCPX ezt gátolja. Egyébként, hogy hol lehet használni ezt, például egy olyan közleményünk, ami reméljük, hogy nagy érdeklődésre fog számot tartani, a CBD-ről, ami mostanában egy rendkívül népszerű fitokannabinoid. A CBD-ről kimutattuk, hogy a CBD-vel kapcsolatban két feltételezés volt. Az egyik, hogy a nukleozid transportot gátolja, a másik pedig, hogy az ágy receptoron agonista is. És ezzel a módszerrel kimutattuk, hogy biztos, hogy nem agonista, tehát minden hatása, minden adenozinerg hatása, mert egyébként sok van neki, az mind a transportgátló sajátosságán keresztül mediálódik. Például ezzel a módszerrel ezt meg lehetett állapítani. Hát most hazamegyünk, és mindenki elszívett jointot, értem. Van még egy a teremben, aki adenozinnal foglalkozott, és rámertem volna tenni a havi fizetésemet, hogy Csipka professzor. Igen, hát én nekem a legelső közleményem, amit az életemben írtam, az adenozinnal kapcsolatos. És ez egy nagyszerű indulás. És a mostani makiton fogom kifejteni azt a új eredményt, amit itt az adenozinnal kapcsolatban próbálunk leközölni Szent Miklósi tanár úrral együtt. Tehát, és azt hiszem, van is közös cikkünk, Rudi. Igen, valóban. Vagy. Na, szászolnak egy a vége. Azt a jelenséget, amit találtál, tehát, hogy megnövekszik az adenozin, akkor az nem lehet-e, hogy ez a gyógyszer ATP release-t indukál. És ez beleférne abba a képbe, hogy a CD23 gátlóval a jelenséget ki tudod váltani, vagy modifikálni tudod. Tehát külső extracelláris adenozin van-e a környezetben, indukálódik-e? Mint stressz molekula. Hogyha így vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor mondjuk az FSCPX kapcsán, akkor azt lehet mondani, hogy az FSCPX esetleg gátolhat bármiféle ATP release-t, hiszen az adenozin, az extracelláris adenozin szintet csökkenti. Tehát ilyen értelemben lehetséges. Tulajdonképpen az, hogy milyen mechanizmussal történik az FSCPX-nek ez a működése, az ezzel a módszerrel nem deríthető ki. Próbálkoztunk vele, hogy az FSCPX-et szóra bírjuk különböző kittekkel, tehát azért időnként molekuláris biológiai vizsgálatokat is szoktunk csinálni, bár azokat kevésbé szeretem, de egy olyan vegyületnél, amelyik a vízben azonnal elbomlik, és tulajdonképpen úgy fejti ki a hatását, hogyha bejut egy közegbe, akkor azonnal sejtmembránokba lép be, vagy legalábbis egy része belép, és ezek fejtik ki a továbbiakban a hatásokat, mert ami oldatban marad, vizes oldatban, az azonnal tönkre megy. Egy ilyen szert nagyon nehéz vizsgálni. Tehát tulajdonképpen membrán preparátumokon lehetne, tehát a membránokban levő FSCPX depó alkalmas arra, hogy az ember vizsgálja, és tulajdonképpen az ágyadenozin receptor is membrán kötött fehérje, a CD39, CD73, ezek is membrán kötött fehérjék, ezért gondoljuk azt, hogy esetleg ezeken fejtik a hatását az FSCPX. Azt, hogy az ATP release-zel mi a helyzet, megmondom őszintén, én még bele sem merek gondolni, mert az már annyira biokémia, hogy annak már tényleg nagyon nehéz lenne utána menni. Vagy a következő közös cikketek Csipka professzor. Esetleg igen. Van-e még kérdés vagy hozzászólás? Adenozint azt nem tudok neked adni, de resveratrolt azt igen. Köszönöm. Mert hogy a professzori klubnak van bora, és akkor a nagyon nagy szeretettel fogad el, és az egész klub nevében további nagyon sikeres munkát kívánunk, és hogy sokszor lássunk itt közöttünk, és majd oszd meg velünk a további eredményeidet és mindent. Köszönjük szépen, Rudi, és gratulálunk szeretettel.